Legkevesebb 49-en meghaltak, és több mint 300-an súlyosan megsebesültek, amikor kigyulladt és felrobbant egy vegyi anyagokat is tároló raktár Bangladesben. Rengetegen kerültek kórházba, ezért az áldozatok száma tovább nőhet. Indiában is robbanás történt, 10 vesztették életüket, amikor felrobbant egy gyártelep. Az ázsiai országokban gyakran történnek ipari balesetek a szabályozások hiánya és a korszerűtlen munkakörülmények miatt. Mobiltelefonos felvétel rögzítette a detonáció pillanatát. A tűzoltók épp egy konténerben tomboló tüzet próbáltak kioltani, amikor egyik pillanatról a másikra robbanás rázta meg a telephelyet, és minden elsötétült. Helyi idő szerint szombat este 9 óra körül tűz ütött ki a bangladesi Sitakunda kikötőjében. Több száz rendőr, tűzoltó és önkéntes érkezett a helyszínre, de órák elteltével sem sikerült megfékezni a lángokat. A tűz miatt bekövetkezett robbanásnak legkevesebb 49 áldozata van, mintegy 300-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A mentési munkálatok vasárnap óta zajlanak. Az áldozatok között legalább 9 tűzoltó van, akik a robbanás pillanatában a tűz közelében voltak. Sok az eltűnt, köztük több újságírót is keresnek, akik tudósítani mentek a helyszínre. A kórházakban nincs elég hely a sérültek ellátására, így rengeteg a sérült a várokban és az utcákon. 10 perccel a baleset előtt beszéltem az öcsémmel utoljára. Azóta keressük, semmit nem tudunk róla, mondta egy férfi. A robbanást még 30-40 kilométerekre is lehetett hallani. A helyiek pedig tűzesőről és szúrószagú levegőről beszéltek. Az esetet sokan a 2020-as beiruti robbanáshoz hasonlítják, ami az elmúlt évek legtöbb áldozatot követelő vegyi katasztrófája volt. A bangladesi hadsereg a további pusztítás megelőzése érdekében homokzsákokkal építi körbe a kikötőt, hogy vegyi anyagok ne kerüljenek az Indiai óceánba. Banglades az elmúlt évtizedben a második legnagyobb ruha exportőrré lépett elő a világon. A hatóságok szerint a felrobbant konténerek többségében több millió dollár értékű ruha árut tároltak. A drón felvételeken jól látható a katasztrófa mértéke. Hasonlóan tragikus eset történt a hétvégén India Hapur térségében, ahol egy vegyipari létesítmény kazánja robbant fel. Itt legkevesebb 10 vesztették életüket, és a súlyos sérültek száma 20 fölött van. Egyetlen unokám volt, aki most meghalt. Ő volt a családunk eltartója. Most mi lesz velünk? Mondta ez az idős férfi. A két dél-ázsiai országban 2005 óta több mint 1000 ipari katasztrófa történt, amiket jellemzően a biztonsági előírások be nem tartása, gyakran vegyi anyagok nem megfelelő tárolása idéz elő.